Sziasztok kedves nézőnk, sziasztok újra itt a Nick Live channelen egy évre rá, persze természetesen sok időre eltűntem, de remélhetőleg, hogy továbbra is, hát ebben az évben, vagyis nem is ebben a maradék évben, meg a jövő évben azért többször fogunk találkozni, és a mai estén repülünk Tivatból, Szlovéniába, tehát Montenegróból Szlovéniába, egy nagyon szép reptérre, és egy nagyon csodálatos szép gép, az egyik a legkedvencebbek közül, ez a 727-200-as. Természetesen van több több változata, van a 100-as verzió, a cargo verzió, stb. De mai estén ezzel a csodálatos szép géppel fogunk tartani Ljubljánába. Tehát, mint említettem, Szlovénia felé. Mint látjuk, csodaszép színeri, természetesen ingyenes, tölthető, és a mai estén velünk tart a Hungarian Sky Global csapat is, természetesen mi is a Hungarian Sky Global hívója előtt fogunk elindulni ma, és reméljük, hogy mindenki élvezi majd együtt velünk a repülést. Beugrunk a kabinba, látjuk, hogy még minden cold and dark, minden kikapcsolva a laptopon kívül, de azon mindjárt javítunk egy picit. És amit most következő teszünk, az beköszönünk a társaságnak, a Hungarian Sky Global társaságnak. Sziasztok, van-e rendes újra ember itt köztünk, hadd halljam. Na tessék, evel köszönt a Soma, hogy van-e rendes itt ember. Van. Itt csak rendes emberek vannak, van-e Soma bácsi. Van-e valakinek War to War flyplane-je? War to War? Yeah. War to War? Sziasztok, Soma bácsi. War to War? War to War, igen. Azt tetszik, vagy isszák? Na mindenkinek sziasztok, csak megint elfelejtettem a pustú talkot ezzel. Mondtam magam, de nem hallottatok. Mindenkinek ez a legjobb dolog ilyen. Akivel nem találkoztam. Igen, így nem hallottátok annyira sokat a hangomat. Jó, hát akkor Soma, igen, nincsen sajnos War to War, de hogyha mondtad van, hogy kell War to War, akkor készültem a War to War-ra. Sajnos ezem nincsen. Nem értette ezt, Pityó, nem erről szól ez. Hogy vagy War to War. War. Nem az a baj, hogy kell, hanem hogy kinek van. Így van. Tudom, ez itt a színbrief. Mindenkinek van. Mindenkinek bor van. Bor mindenkinek van. Én nekem csak söröm van, borom nincs. Így van. Tessék. Az is jó. Borom nincs. Iszákos bandába keveredtem megint. Már megint. Na tessék, ezt most kire... Gondol. Ez csak rád vonatkozott. Ja, köszönöm szépen, igen, gondoltam, sejtettem. Köszönöm. Tehát ha alkoholistákról beszélünk, akkor azt nem nevezzük meg, hogy Mityu, mert az a személyiségi jogainak sérti, hanem csak azt mondjuk, hogy Mityu. Ja, igen. Na, látszok, viccelős kedvetekbe vagytok, látom. Pláne a Soma. Lesz. Az a lényeg. Megint kiírt valami lószart. Nem foglalkozom. Nos, kedves utasok, Boeing 727-200-ason köszöntelek titeket, és remélem nem fog zavarni a háttérbe a zene, vagy a srácok, gondolom, hogy nem. Tehát ezért kezdjük a gép bebutolását, mondjuk úgy. Akárhogy nem is mondom. Elsősorban felkapcsoljuk az elemeket, kaptunk áramot a fedezelre, látjuk. Igen, látjuk. Jól lenne még egy negyedik monitor is. Standby áram, az van nekünk. Így van. Igen, még itt vannak kapuk is, ahogy állni. Oké. Kaptunk áramot, a következő, ami természetesen fontos nekünk, az a APU, tehát az APU nélkül
Természetesen lehet áramforrást, tehát földi áramforrást is kapni, de most nem kell nekünk. Tehát indulunk nélküle, ezért indítjuk a ZPU-t hamarosan, csak még egyet, amit meg kell nézni, hogy mennyi is az üzemanyag, meg stb. Tehát üzemanyagunk van 1000 mérföldre, több mint elegendő. 250, nem, 408, túl sok, 805, ja, ez így jó lesz minden esetre, 805 mérföldnyire elég, tehát MTB-t 42 tonna, 44 tonna, bocsánat, kargó 0, nem viszünk semmit, zero full weight 51, és 9,5 tonna üzemanyagunk van a fedélzeten. Ez több, mint elegendő nekünk a mai jutunkhoz. Hogyha valaki nézi a streamet, akkor légy szíves, írjátok, hogy hallani engem rendesen, és a chatben a srácokat is hallani rendesen, hogyha esetleg valaki nézi. Előre is köszönöm. Nos, tankoltunk. Hát igazából igen, ennyi volt a tankolás. Jó, most amint említettem, elindítjuk az ZPU-t. Oké. Okay. Csabi, itt várunk vagy. Egy picit. Várunk. Oké, okay. Indul az ZPU. Indul az ZPU. Tökéletes. Mi lesz a pályánk? Soma, szerintem az előbb, amit említettél, az jó volt az a pályaira. Tehát... 14. Ó, de nagyszerű ez az árjárás még. Tökéletes, Laci, köszönjük. Oké, okay. Akkor folytatjuk tovább, az ZPU már elindult. Ezt fogom érni. Oké, okay. Most már készen áll. Oké, okay. Kaptunk áramot most a ZPU-tól. Most hogyha megnézzük. Átcsatoljuk a ZPU-t, akkor látjuk, hogy minden rendben van. Áram az van. Ha a gép túl zajos, akkor is írjatok, hogyha nem hallani engem. Jó, akkor lehúzom egy picit a gépet. Egy picit azért lehúzom. Így. Tökéletes. A szivattyúkat felkapcsoljuk. Fuel pump on. Oké. 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 És az, hogy a lámpák elaludtak, az azt jelenti, hogy minden rendben van. Tehát... Cross... Value Transit, tehát hogy egyenlisse ki magát a... Természetesen... három tankunk van, és hogy körülbelül egyforma legyen, tehát hogy ne legyen, hogy ne húzza a gépet jobb vagy bal oldalra, hogy mindenhol szépen egyforma üzemanyagunk legyen, a jobba és a balma, körülbelül egyforma mennyiség, és ezért muszáj bekapcsolni ezeket. Jó, most van, ez van. Következő, amit beállítunk, az, hogy milyen magasra fogunk felmenni, tehát a mai útvonalunk az 300 fly level 300-et tartalmazza, magasabbra nem kell nekünk, gallery power off, jó. Legalábbis egyenlőre itt készen állunk. Következő teszt, stall test. Öködik, minden tökéletes. Természetesen ezen a csodálatos gépnél minden lámpát le lehet ellenőrizni, úgyhogy csak rákattintunk, és már látjuk is, hogy minden működik. Tehát APU foot, emergency exit lights armed. Squawkot még nem kaptunk. Soma, kapunk-e ma a squawkokat, vagy lesz irányításunk? Hát én nem tudom, azt mondták, hogy jó van irányítás. Oké, okay, akkor nem kapunk. Akkor majd kapunk. Köszönjük szépen. Mindjárt mi is online-ból leszünk.
Jó, Windows Heat On. Annyira hideg nincsen, de mindegy, pitott csöveket ugyanúgy bekapcsoljuk. Navigation On, Beacon On, mert hamarosan indulni fogunk. De az APU már fut, hogy ne mászkáljon senki a gépnél. Az öveket becsatoljuk, nem felejtjük el, nem mászkálunk, nem szaladgálunk. Oké. Okay. Lights for you. Hey dude. Szélcsend van, 14-es pálya, írja nekünk az irányító. Backtrack, 32-esre nem maradunk, szerintem a 14-es pályán. Ó, írja a Lacinek. Igen, inkább a 14-eset, hogyha backtrackelni az elég brutális, mert elég hosszú a pálya, hogyha megnézzük egész oda kimenni, mint hogyha innen felszállni, és szélcsend van, hát akkor legyen 14-es szerintem, ugye? Nos, szép madarunk. Tökéletes. Oké. Folytatjuk tovább. Mi is fejeztük be, pitócsöveket felkapcsoltuk, bent felkapcsoltunk. Oké. Egyet, amit még azért megteszek, az, hogy online-ba azért fel kell csatlakozni. Tivao Pilot Client. Oh no. Most mondja, hogy upgrade. Nem upgrade, nem fogunk most upgrade-elni. 727 Boeing-et. Lufthansa festéssel vagyunk. Na, mindegy, bármilyen. Boeing 727. Igen. Igazából be kell adni a géptípust az IVAO-n, tehát most IVAO-n fogunk ma repülni, IVAO hálózaton belül, és jó, kiválasztotta, hogy cargo legyen. Hát ez nagyon gáz volt, majd a fülem szétrepet. Bocsánat, hogy akinek megbántottam a fülét. Jó. No flight plan. Igazából be van adva a flight plan. Igazából be van adva a flight plan. Nem tudom, nekem azt írja, hogy nem nincsen beadva a flyplan, de kutya füleme be van adva. Nem értem, hogy a Dof remarked passive. Departure time, ó, Istenem, departure time. Tudja az IVAO, hogy Somával én nem tudok elindulni soha pontosan. Ne is foglalkozzon vele. De nem akarta elfogadni a kutyája, most lehet. Ha. Most se fogadta el. Mindjárt megpróbálunk újra csatlakozni. Mityó, ugyanazon zárlóhelyen vagy, ahol én elkezdek kigurulni előre, jó? Ádám, most csatlakoztam föl, most sikerült nekem, még nem látlak téged. Teljesen rajta, mindegy, én elkezdek kigurulni, teljesen jó lesz, ne foglalkozni. Jó, én látok csak egy kis Cessnát ott mellettem, nem lesz. Nem tudom, hogy ki az. 237-es vagyok. Nem hallottam, de ott valahol... Ja, az egy ilyen trafik. Na mindegy. Menjél, Ádám, nyugodtan. Nem foglalkozom.
Ennyi a nyugodtan, Ádám. Hát várjál, Ádám, ne rohanj. Hát én várok, csak kigurul. Kigurul alólam, úgy. Hát, hogy jól lenni. Véletlenül. Ja, alól. Véletlenül ráálltam, nem tudtam, hogy jól. Na, tessék, ne hagyjad, a nyugi. Rajtam szeret lenni, nem tettek. Na, tessék. Nagy volt a csönd. Na, igen, igen, hát, meg kell. Megéreztem a súlyát, amikor elmált egy két úszolatok. Nos, beírjuk a repteret. Tivat. Tivat reptere. És airport. Airport parking position. Itt állunk. Látjuk természetesen, hogy itt állunk. És 14-es pálya nekünk nagyon közel. Pláne Szélcsednél. Nagyon jó. Hát igen. Igen, ez még csak a kezdet. Hát, nem tudom. Mi lesz belőle? Jó, nem lesz, az biztos. Figyelj, de Csabi, ezekkel ne csodálkozz. Jó, akkor az EPU fut. Egyéb iránt várjál csak, hát téged szólítottalak már kétszer. Na. Én nem voltam a gépnél, éppen családoztam, mert dráma volt. Hát kérlek szépen, hogyan tudtál te egy ilyen... Nos, akkor szerintem kell lesz nekünk... bejelentkezni. Nem szerintem, de biztos, hogy kell lesz nekünk bejelentkezni az irányítóhoz, és engedélyt kérni. Nem értem. Megpróbálom összeszedni a gondolatot. Jó. Tedd meg. Be volt nekem már az az igazság, hogy be volt nekem, elő volt készítve nekünk a flight plan. Tehát flight plan, go route, tehát, bocsánat, divat, el, lima, na? Yankee, tango, janai reptér és egy jó reptér áll, Viktor, lima, Juliet, sejtettem, ha már a Mityu bubolja az Ádámot, akkor itt már csak baszta lehet a lépő. Figyelj, nem! A nyugi. Ebben az az óriás, hogy az egyik monitorom, aki van rakva a Mityunak a live-ja, és ez jó egy perc kísérletetés. Tehát na, Nick, ja, Isten. Departure, szóval majd mindjárt adunk neki egy eljárást, egy felszállási eljárást. Oké, Soma, jegyzetelünk mindent, amit mondtál. Mindent jegyzetelünk. Oké, ez is megvan, a elvileg a Departure 14-es pálya lesz, és a Nick van November, az néztem, az van elvileg, Nick van November, hogyha ránézünk, itt van a Departure, Nick van November, Nick van, itt kell, hogy legyen. Igen. Itt van pontosan nekünk a Nick van November. Tehát felszállunk, és ide jobbra. Tehát mit látunk? Itt van nekünk egy NDB. TOS. Tivat NDB. Körülbelül arra felé kell nekünk majd követni. 134-es headingen szállunk fel. 100 egész nem ott van. Betekerünk a headinget. 100 40, 20, 35, az körülbelül itt van, 134-es, azután 134, azután 159, és az NDB-re ki kell jönnünk, ami tivat, a 345, 3... mi a bajom? A négy... Mivel? Mi a baj a böngy? De jó, nézem a live-odat, a 727-es, és borzasztóan élvezem. Nagyon jó az a gép. Én mondom, ez, én ebből a gépből kezdtem az egész. Hát nem ebből pontosan, a kisebb társából, de nagyon jó egy gép. Most pont azon gondolkodtam, hogy az MD-80 a becsetet, azok hozzá, hogy mennyi két hasonló. Gyere, csak nyugodtan. Hamar, nincs,
Na. Jó, látjuk, hogy a 345-ös NDB benne van. Következő, akkor fordulunk ki jobbra, a Nick 1 Novembert fogjuk követni, ide Vedur felé, és akkor a következő NDB az a Nixic 302. Na, azt is betekerjük neki. 302. Azt is betekerjük. 302. Nos. Gergős. Okay. Mind a kettőt látja. Tökéletes. Ez így jó. És pontosan látjuk, hogy az egyik NDB-nek a nyilacskája pont arra állt, merre van az az NDB, arra fogunk felszállni, és majd felé fogunk menni, onnan fogunk már kifordulni. Jó, akkor azt ajánlom, hogy csatlakozzunk. Van approachunk. És akkor megpróbálunk vele kommunikálni. Well, approach, very good evening. This is Sky Global 320 at stand 4. Request IFR clearance to destination Ljubljana. Weather information on board. Sky Global 320, sziasztok, szia, meet you. Great destination Ljubljana via flight and route. NXH 1 November departure. Out of runway 14. Initial climb, flight level 120 and thrust hook 4151. We are clear to destination as flight via flight plan route departure Nikic 1 November. Initial climb flight level 120, squawk 4151 out of runway 14 Sky Global 320. Sky Global 320, readback is fully correct. Startup is approved. Call me, we are ready for taxi. Startup is approved, we will call when ready for taxi. Sky Global 320. Bocsánat, ezek a Windows, már lehúztam a hangot róla, hogy ne örüljön annyira. Jó, tehát mit adott nekünk? Initial climb fly level 120, beállítjuk. Következő, amit be kell állítanunk, azt a squawkot. Az itt van fönt, az overheaden. Persze szokatlan, de 4-1-4-1-5-1. Persze egy kicsit több idő kell, mint egy Airbus-szal, de mindegy. Annyira nem sietünk azért. Amúgy se lesz túl hosszú az utunk ma. Jó. Lokál nézzünk meg még egyszer. Hogy nálam per pillanatnyilag nem reklám, hanem nálam per pillanatnyilag csak egy segédprogram, az időjárás segédprogram az Active Sky XP. És meg akarom gyorsan pillantani, hogy stimmel-e a kondíció, legalábbis az időjárás, verében az, hát az nincsen semmi, és QNH 1000 beállítjuk. QNH 1000. Elvileg itt is meg kell tennünk. QNH 1000. Tivat Approach, good evening, Sky Global 078. Request IFR clearance to destination Ljubljana. Sky Global 078, sziasztok, sziasztok. Great destination Ljubljana via flight plan route. Nixic 1 November departure, auto from way 14. Levozom egy picit, mert túl hangos. QNH 1000 and set squawk 4152. Okay, következő, amit te megtennünk kell, amit attól adott nekünk az irányító, az, hogy már startolhatunk. Úgy értve a hajtóművek indulhatnak. Minden esetre megnézzük, hogy mennyi üzemanyagunk van pontosan. Igen, minden rendben.
4152. Oké, okay, startulunk. Correction 4152. Tehát APU bleed. APU bleed on. Mind a kettő fel van kapcsolva, ez fontos. Hidraulika ki van kapcsolva, B, az helyes. Oké, okay, akkor startolhatunk. Tehát starting engine van. Kinyitjuk a kupakokat. Starting engine van. Igazából mindegy, innen lehet 3-astól kezdeni lefelé, vagy fordítva az 1-estől fel. Azt mondja, update-eljem. Hogyan lehet update-elni ezt a ne update-elj, nem update-eltem. Ja, jó van, oké. Tehát látjuk, hogy a hőmérséklet nő. Hú, azt nem lehetett mondani, és, hogy és menj már 20 százaléknál, felkapcsoljuk a cutoff-ot idle pozícióba. És indul a hajtómű. Látjuk, szépen indul. Oké. Okay. Ah, látjuk, hogy elég szép rendesen összegyűltünk. Három busza, itt van. Van itt valami idegen is. Itt a Soma tuskójával. Hát nagyban sok gyűltek ma itt össze. Oké. Na, hát akkor... Hajtómű megy. Number 2. Tehát igazából azt kell nézni, hogy itt elaludt ez a kijelző. És akkor következő hajtóművet indítjuk. Ezt bezárjuk. Engine to start. Indítjuk a második hajtóművet. N2 20%-nál. Felkapcsoljuk a második hajtóműnek a cutoff. Idle pozícióba. Igen. Nő a hőmérséklet. Tökéletes. Megvárjuk, hogy elaludjon a második hajtómű itt ebben a, ezen a helyben a második kijelző. Elalud. Ez azt jelenti, hogy kupakot bezárjuk, és következő hajtóművet indítjuk. Patriás 6. Frenen majd jövök. Köszi. Oké. Okay. Rendben, megvárlak. Következő hajtómű. Elérjük a 20%-ot. 20%-ot elértük. Cut off position idle. Trim közepe. Tökéletes. Mindjárt elalszik a harmadik. Oké. Okay. Lezárjuk a kupakot. Kész. Tökéletes. A következő, amit tennünk kell, azt a generátort második, mondjuk a második hajtóműre állítjuk. Például lehet az az első, a második. És... és felkapcsoljuk a generátorokat. Tehát most már a hajtóművektől kapjuk az áramot, tökéletes. Következő, ami tennünk kell, azt a kikapcsoljuk az APU-t, APU off, felkapcsoljuk a PEX-ket. Ne fázzanak az emberkék meg, ha bár még nem fáztok meg olyan gyorsan. Igen. Oké, okay, tökéletes. Oké. Okay. Szuper. APU bleed off. Tökéletes. Hidraulika on. Hidraulikát felkapcsoltuk. Tökéletes. Be tudta kapcsolni a tévét? Flight. Ezt a hermetizációt átkapcsoljuk flight mode-ba, mert akkor ő automatikusan fogja a hermetizációt csinálni, tehát a gép, ahogy száll felfelé, megy felfelé, minden magasabbnál jobban fogja tartani a hermetizációt. Látjuk, down, lement, oké, okay. Hermetizáció elkezdődött, tökéletes. Oké, okay. Na, látjuk, hogy ezt megcsináltuk, minden jól néz ki. Vissza. Oké, okay. Visszanézünk, itt minden oké. Okay. Tehát Windows hit on,
pitott csövek on, minden on, minden tökéletes. Nos, divat, reptér vissza. Gondolom én, hogy az alfát fogja nekünk adni, ki vagy a Bravo-t, gondolom az alfát inkább, de lehet, hogy a Bravo-t is. Meglátjuk. April Sky Global 320, after startup, we are ready for taxi. Sky Global 320, taxi to holding point Alpha Runway 14 by Alpha and Greenwich 1000. Greenwich 1000, taxi to holding point Alpha Runway 14 Sky Global 320. Igen, azt adta nekünk. Akkor én előtted indulok. Igen, menjél. Ennyi ládám. De várjál, te most hol vagy? Pontosan nem tudom. Holding pointon várnak téged. Ja, hogy te már holding pointon vagy? Oké. Én gurulok akkor kifelé, az irányító megadta nekem az engedélyt, úgyhogy mehetünk. Jó. Ez szép ez a gép, imádom. Jó. Oké. Szerintem semmit nem felléphetünk el. Skyball 845. Oké, akkor a taxi. Taxi. Skyball 845, line up and wait, runway 14. That's it, lining up and wait on for Skyball 845. Az MD-80-asra. Lent vettek még a földön? Aha, nem most indulok. Hát, de gondolkodom, hogy azt nézem, hogy le tudok rakni, leteredett a vonal, mert a következő beütött is még tudok elküldött nekem esetleg a vonal. Aha. Nézzük, hogy ne valakit kapjunk itt el oldalra. Kimegyünk elég éppen messzire, hogy ne valakit kapjunk el. Én esküszöm, neked úgy terveztem, hogy... Így jó lesz. Remélem nem kaptunk senkit el a szárnyunkkal. Nem, messze vagyunk tőlük. Tökéletes. Gyere, az... Jó. Azt nem tudom még vezetni, azért is nézem a videót. Mindjárt beállítjuk a flapseket. Minden mást, ami kell. Betyáról. Skyball 845, wind calm, runway 14, clear for takeoff. Oké, megálltunk a holding pointon. Hanbury, parking brake on. Skyball 845, negative. Runway off. Nixit 3, landing lights on. Stop on. És mindjárt felfelejünk a pályára, felkapcsoljuk a transpondert. Picit még túl hamar, de reméljük nem fog haragudni ránk az irányító. Igen. Terrain radar on. Bocsánat, nem terrain, weather radar on. Megvan. Életes. Még nem látunk semmit. Skyball 845, scope mutually. Oké, itt már lehet felkapcsolni nekünk a kimenő pontokat. Itt van a felszállás. És tényleg az. Így van. Igen, itt vagyunk. Ezt fogjuk követni. At holding point runway 14 Sky Global 320 fully ready. Hazudtam, még nem fully ready. Tehát a következő, amit nézünk, amit még nem csináltam meg, majdnem elfelejtettem, a setbacks, tehát a V1, V2, V-rotate.
csak visszaválaszolunk az irányítónak. Lightning Web Runway 1-4 and waiting Sky Global 320. Tehát a setbox-ot beállítjuk, már látjuk, hogy pontosan, tehát a, lehet tekerni egyedül, de itt van nekünk a, ami nekünk, tehát a 220-ig állítjuk a sebességet egyenlőre, tehát a V1 a 114, V rotate 114, csak persze igen, és nem hülyeséget állított be, nem, nem értem, hogy miért. Tehát V1, ez a helyes. Vi van, vi rotate, az 100, körülbelül 138, 137 körül van a vi rotate. Jó, tökéletes, ez megvan, ezt bezárjuk, és flaps 20 beállítunk. Szóval flap 20, közben mi mehetünk előre lassacskán, ameddig a flaps beáll. Opa. Itt vannak. Parking brake on. Tökéletes. Várjuk a felszállási engedélyt, és akkor mehetünk is már. Tehát a heading. The Skyboy 45 confirming a flying to Nix is 3 Victor departure. Okay, Skyboy 45 in this case turn right heading, turn right. És itt, amit az előbb mondtam, kell ezt majd ezt az NDB-t követni. Ebből 150 fokon. Skyball 320, having come, runway 14, clear for takeoff. I'm now a bopper. Windcom, clear for takeoff for Skyglobot 320, thanks. Tehát ez majd a NAV pozíció, ez fontos, mert amint a GPS-re állítjuk, akkor ő már innen fogja, tehát ezzel a primitív FMC-ből körülbelül olvasni a flight plan. Na, de egyelőre nekünk így is jó, mert mi tudjuk, hogy hova kell. 845, roger. Kocsit görvén állom. And Eric, I'm not left, only right. Pontosan egyenesen szépen. I said right, go right. Check. Folytatjuk. 140 rotate. Gear up. Okay, tökéletes. Körülbelül folytatjuk a... Flaps 15. Egy kis kakaót neki, hogy másszon feljebb. Oké. Igen. És most követhetjük a celljárást. Heading select, alt, és nav lock. És folytatjuk a altitude arm. Skyball 845,
call Belgrád Radar, 123.775.5, jó utasítást. Süllyedést visszaveszük egy picit. Skyback about 320, report on past 6000 feet. We will call after passing 6000, Skyback about 320. 4000-en vagyunk, mászunk szépen felfelé. Tovább. Oké. És látjuk magunkat most. Néha bugos a rendszer is, nem mutatja pontosan, hogy hol vagyunk sajnos. De mindegy. Így is jó, 220. Kicsit visszavesszük. Yes, hold. És akkor fogja a sebességet is nekünk tartani. És fog süllyedni. Passing 6000 Sky Global 320. Oké. Sky Global 320, call Belgrád Radar, 123.775.5. 123.775.5 Belgrád Radar, thank you for your service, bye bye, Sky Global 320. Oké, Belgrád Radar. 123.775.5. 1-2-0, flight level 1-2-0, oké. Már látjuk a következő NDB, ez már nekünk egyenlőre nem kell. Most a következőre fogok kimenni. Mehetünk 240-ig. Tehát beállítjuk 10-13-ra, és bejelentkezik. Bezárjuk vissza. Belgrád Radar, very good evening, Sky Global 320 after departure, passing 9500 feet with you. Nem tudom, nem hallott engem. 10000, kikapcsoljuk. Start-up approved, Sky Global 320, dobro večer, Belgrád Radar identified, flight level 200. Climb to fly level 200, Sky Global 320. És folytatjuk a... ...200-ra. Altitude arm. Most már mehetünk gyorsabban is. Igazából. Beállítjuk itt is a standard légnyomást, 10-13. Adam Markus, have a good flight, thanks guys. Nektek is jó utat. 10-13, beállítva. Oké, okay. Standard légnyomás. Oké. Okay. Hol is vagyunk? Nézzük csak. Milyen pont körül vagyunk. Jó volt, 147. Jó. Jól lesz ez. Már mehetünk. Igen. És most fogunk ráfordulni erre, amit mondtam. A... Most meg kell jelentkezni. Itt van. Itt van nekünk ez a pont. A Nik. Niksics. Niksics pont. Tehát... Azt mutatja nekünk most, az NDB ott van, arra van. Csak persze mindjárt még az eljárás lerepülje a gép. És akkor ráfordul, a, tehát igazából az a mi irányunk. Tehát pontosabban ez, igen. Vagyis a 100... Igen, 302, bocsánat, itt van. Oké. Okay. Szépek a tájak. Elég magason van vagyunk, hogy tájokat nézzünk. De így is jó. Ó, de jó. Ez
egyek alattunk. Elég magasan vagyunk. Hát 16 ezeren. Jó, adunk neki. Mehetünk hamarabb is. Igen. Rátolunk egy picit. Üzemanyagunk azért van. Természetesen figyelni kell, hogy ne túl azért, hogy ezekbe a szektorba maximum nem mászom be, egy picit vissza is vesz. Így. Körülbelül, mert aztán a hajtóműveknek annyi. Múltkor repültem valahova, és a középső hajtómű az azt mondta, hogy többé nem akar velem működni. Velem együtt működni. Level 200-ot mondott nekünk a faszik. Jó, akkor... Kár, hogy nem mutatta nekünk meg, hogy lepültük le. Néha mutatja, néha nem, tehát attól függ ez a kis navita. De mindegy, mi tudjuk, hogy hol vagyunk. Mi tudjuk, hogy hol vagyunk, és Ebovo pontnak megyünk most. Ebovo, itt van. Minimum at or above fly level 130, hát azt már elértük bőven. És öde megyünk pontosan a Nickhez. Niksicshez 302. Valahogy görbé mutatja egy picit az MDB-t, de lehet, hogy van egy kis eltérés, az nem baj. Level Raider Sky Global 320 at fly level 200, request higher if possible. Sky Global 320, climb to flight level, correction report, request low. 300, Sky Global 320. Time to fly level 300, thanks Sky Global 320. Ami nem tudja megnézni a flight planemben, hogy milyen, izé. Hát, brutális. Altitude. Felfelé. Mászunk felfelé? Igen, mászunk. Yes, hold. Körülbelül, hogy a sebességet is betartsuk. Oké, és most megyünk. Oké, szerintem most már hagyjuk el hamarosan a Perán. Igen, most 20 mérföld is már, gondolom mindjárt hamarosan elhagyjuk a légterét. Oké. Jó. Tehát, mi van itt? Ground speed 450. Kéletes. A következő waypoint. Igen. Oké, GPS szerint 16. 15 mérföld múlva operán. Srácok, ti felszálltatok már amúgy? Soma, te felszálltál? Aha. Srácok, aki nézi, a minőség az jó? Nem tudom sajnos magamba megnézni külön. Remélhetőleg jó kell, hogy legyen. Kettő kábel megy el tőlem, és elvileg elég szép a rét. Ó,
Hogy mi van? Ádám, nem értem. Teljesen jó a live. Jó, köszi, mert mondom, 2K-ból megy a stream elég jó felbontásba, úgyhogy kéne, hogy jó legyen. Ó, megint látunk egy pici egyrész hegyet. Itt is lent hegyek, hegyek. Itt az ortofotó. Köszi szépen! Elég be van húzva ma az ég. Csak 2K-ba megy. Hát is mennyi K-ba akarod? Azért látom, csak folytatod. Köszi Soma! Köszi Soma! Te mint mindig a legrendesebb ember vagy. Hát igazán az egyre. Tehát... Ground speed. Ground speed 470. Tökéletes. Inbound per run, Sky Global 320. Say again, Sky Global 320 was unreadable. Skylab 320, what I have is in your flight plan, it says November India Kilo direct in Devo. Devo, I have a flight plan Devo on my FMC Skylab 320. Skylab 320, no problem, turn left, proceed to Devo waypoint. To Devo, Skylab 320. Miért nem jó az neki? Na mindegy. Úgy akarja, akkor menjünk be volna. De volna. 300 Sky Global 320. Roger, continue. Continue, 320. Kapcsoltad le. Azért nem helyesen mentünk, mert véletlenül lekapcsolt a Nav Lock. Nekünk igazából egy picit nem arra eltértünk a flight plan-től, de az nem baj. Mindjárt visszamegyünk a kurzusra. 150 mérföld. Ó, lesz. Tehát elértük az utazó magasságunkat, 300-at már majdnem. Most állunk vissza a kurzusra. Egy kicsit eltörtünk, 2-3 mérföldre eltörtünk csak. A jó irányító észrevette gyorsan. Lehet, hogy véletlenül bántottam meg az előbb, de most már jó lesz. Tehát ezt most már le lehet kapcsolni, vertical speed. Most már 3000-et, tehát 300-at utazó magasság flyvel 300-ot elértük, most már csak szépen, tehát most fordulunk visszafelé pontos kurzusra, és megyünk Devolnak. Igen. Még az elég csodálkoztam, hogy nem fordult, mikor egybe jött, mert akkor neki mindig akkor kell pontosan fordulni. Na most. Most áll helyesen vissza. Most áll vissza a kurzusra, mint látjuk. Tökéletes. Tamás, ezt több lelkesedéssel. Hol jön már 54?
Nos. Hamarosan elhagyjuk a határ. Nem zavar az irányító, amúgy. Csak nem. Nagyon jó. Nagyon jó, Ádám. Tökéletes. Jobb nem is kell. Nagyon jól halad. Repeszt. 500 ground speed. 500 rajta. Még szerintem túl egy picit túl gyorsan is meg. Visszaveszek. Hát figyelj, ő felgyorsul nagyon gyorsan, csak mindig figyelni kell a sebesség után, mivel nincsen neki autotratolja. Ja, kedves utasok, és elfelejtette titeket kiengedni az ülésből. Bocsánat, na, no smoking, azért cigizni nem kell, az úgy jó lesz. Visszaveszük megint egy picit a sebesség, úgy értem a kakaót 160-ig, körülbelül. Úgy kéne, hogy visszaessen körülbelül. Ez az optimális. Pont 82 Mach. Sebességből még vissza kell venni, mert még mindig sok, 154 körül. És akkor pont 82 Mach lesz. Ground speed most 500, és csökken, tökéletes, ezt kellett elérnünk. Light level 300, és szuper. Jó, mivel nem nagyon messzire kell nekünk azért repülni. Érdekes, miért nem engedett el az irányító? Good evening, Chicago Basel 7. Ádám, tégedet elengedett az irányító? After departure runway 14 to T-Bat, climb 1 flight level 0. Na, akkor én is megyek Unicomra, mert igazából én már... Én is kijöttem, úgyhogy... Én is. Én is már elég messze vagyok onnan, úgyhogy... I don't know.
Nos, hamarosan... mi süllyedésnek fogunk állni, ezért nekünk azért... jó lenne tudni, hogy mi lesz az eljárás, stb. Tehát eljárás, oké, be is írjuk az új Raptor nevét. Tehát következő Raptor az Lublán. Tökéletes. Ezeket bezárjuk mint. Ne zavarjon minket már. Tehát Ljubljana, Airport. Airport Briefing, ez nekünk nem kell. Igazából nekünk az eljárások. Minket inkább az eljárások érdekelnek. Tehát, mi a pont Kopra? Kopra van Lima. Kopra van Lima. Kopra van Lima departure. Igen. És ott azt mondja, hogy back arrival. Nem az. Approach 3-1. Bocsánat, runway 3-0 lesz nekünk a megközelítésünk. Így van. Hát GoPro van Lima departure. Bocsánat, arrival. Be is állítjuk, ILS 3-0, GoPro 1, Lima. Okay. Nem akarod elfogadni, GoPro 1, Lima, így se akarja. Jó, akkor kiszedjük. GoPro 1, Lima, ILS 3-0. Melyik ponton megyünk át. Kopra van Lima. És Dol or mellett fogunk elmenni. Akkor Dol execute. Kopra. Hát érdekesen rakta össze nekünk a flight plan, de mindegy. Így letöröljük, és akkor ezt ide berakjuk, és akkor jó lesz. Kopra, Lupix és Dol. Kopra, Lupix. A Dolra igazából nem is kell nekünk menni. Ott, hogyha holdingolnánunk, de nem kell lesz nekünk. Nincsen rá szükségünk. Akkor igazából minden Lupixról jövünk, erről a pontról. Itt pontosan nem megyünk fel a Warra, de lehet a Warron keresztül is repülni, igazából nincsen gond. Tehát akkor nem a Lupix, hanem erre a pontra kell nekünk repülni, vagy mondjuk a Bastára, egyenesen, mint a Soba mondta nekünk. Tehát hogyha a Warra rárepülünk, akkor a Bastához mehetünk. De mi megcsináljuk úgy, ahogy az eljárás követeli, nem fogunk rámenni a Warra. Nem kell lesz nekünk ott holdingolni. Tehát Lupix. Tehát Kopra, Lupix. Kopra, Lupix. Basta, aztán.
Igazából itt mehetünk egyszerre a basztára. Nincsen gond. Tehát Copra, Lupix, Lupix utána basztára. Szuper. Tökéletes. Most már tudjuk, hogy mi vár ránk körülbelül. Nézzük csak. 8000 vagy több. Copra. 14000-et mutat nekünk a FMS. A melyik ponttól? Melyik ponttól? Devul. A Devul ponttól most 45 mérföldnyire. Jó, oké. Akkor megvan köztünk a 10 mérföld, jó. Na. És elvileg a... Elvileg... 30... 30-as lesz az érkező? Hát más nincsen, tehát igazából más eljárás sincsen. Más eljárás nincsen. Tehát itt van, tehát ILS 3-0, CAT2, CAT3 ILS 3-0, abban az esetben, hogy a CAT2, CAT3 az időjárás szerint mindenképp nem az az eset, vagy War, amit az előbb mutattam, vagy a Warra megyünk rá, és akkor úgy megyünk a Basta pontra. Bocsánat, igen. Tehát úgy. Itt a War, a Dolsko. Nekünk az nem kell. Tehát még van nekünk idő hátra, úgyhogy nem kell még egyelőre. Nem annyira sürgős nekünk Goprán. Devul pontig még van. Copra előtt fogunk kezdeni süllyedni már. Copra van lima. Lesüllyedünk 120-ra vagy 110-re. Hogy lesz a jó. Ó, elég szépen lecsökkent a sebesség. Akkor neki toljuk újra. 770. Nem, 165 körülbelül. Így lesz a legjobb. Nico, hello. Nézzünk csak ide, itt minden rendben. El is felépítettük, hogy nekünk ide is kell néha azért egy szemmel rá kukucskálni, hogy minden oké, okay, minden rendben. Tökéletes. Minden jó. Repesztünk tovább. Az ground speedünk csökkent. Úgyhogy adunk neki egy kis kakaót, 180-ig. Ne legyünk azért már utolsó. Soma, te még nem zuhantál le? Hát Mityu még nem, de ha azt kérdezik, akkor most azonnal megteszem. Soma, az én kedvemért még le is zuhansz vagy mi? Természetesen. És zuhanás közben arra kirit fogok átvetni. Hát Soma, te igazi barát vagy. Devul, Gopra, tökéletek. Igazából már jól lenne süllyedni, olyan magason ne vagyunk, de mindegy. Kezdjünk süllyedni lassacskán. Beállítjuk 20 000-et, 200-at, és megyünk lefelé.
nehézgesen megy már az. Lassan kezdünk süllyedni. 1500 körülbelül ennyi. Mehetünk lassan lefelé. Oké, utasok. Nehezen megy már az olvasás már van. Elég volt a szaladgálásból, utasok. Ez írásos, nem? Helyre ülni. Oké. Írás, meg olvasás. Szövesszük a sebességet, most már süllyedésben vagyunk. Adunk egy kis süllyedés, még többen. Hát igazából annyira nagyon nem kell meredeken, de jó lesz így. 60 mérföld. Lassan mehetünk lefelé. Ezerrel jó lesz. Mitjó, én megkezdtem a süllyedést. Oké, én is. Oké, én is megkezdtem, Ádám. Már lassocskán. Annyira még 60 mérföld maradt a devulik. Jézusom, már ennyire elő vagy. Ez rövid, nem? Hát ez csak 300 valány mérföldnyi utacska volt, úgyhogy... Milyen cenzúra? Nincsen cenzúra, senki nem beszél csúnyán. Mindenki vissza van fogva. Ja. Mindenki befogja a kufáját. Na. Látod, Soma tudja, hogy mit kell csinálni. Ja, meg kell tenni, meg kell tenni. Hás, Gézéus, te volt. Szükös lesz ez a fogjának. Miért? Technikás? Hát, hogy ne legyen technikás. Lefelé kell menni, meg el kell a pályát érni. Nem értem. Jó, értem. És fölfelé tudnánk el fölé is, ha? Hagyjam, de utána ki is kell szállni a gép. Új, hát azt hát nem is. Most vettem észre, hogy nem mutatta ki fent a lézben, fejlézben, hogy honnan, hova is. És a progress bar sem, de most helyreállítottam, most már minden jó. Hát, ezer bocsánat nagy sietségbe. De most már mutat, mindent mutat. Honnan, hova, magasság, heading, minden. Jó, hol vagyunk? 40 mérföld. Hát szerintem egy picit azért jobban kéne süllyedni. Picit így jó lesz. Érdemesebb lenne. Egy másfél. Másfél ezer. Ja, nem hallja, igen, látom most. De nem is látom repülést. Laci, köszi az irányítást neked. Köszi, hogy itt voltál. Oké, és...
Azért ez egy kemény műsor, azért nem vagy egy olyan egyszerű gép. Melyik a 722-es? Nem. Több mindenre kell odafigyelni. De jó az úgy, Sománál még bonyolultabb a gép. Amit ott az előtte kertél, az a Climb Descent-nek a rékét állítja ott a gázkarok alatt, vagy pedig az igen. A flap. Az igazából igen, az a Descent, tehát a Descent a Vertical Climb, vagy a Vertical Descent Speed-et állítja. Az nem trim, az más, az egy kicsit más. Jó. Sebesség picit túl. Azért kérdettem, hogy a Concorde-nál van ilyen egy authority limiter az autóban. Igen, az itt is. Akkor repült, hogy mennyire nyúlhat bele, tehát hogy milyen mértékben nyúlhat bele a vezérsíkokba, hogy emelhet, hogy sűjjeszt, hogy emelhet, hogy sűjjeszteti a gépet, vagy a hajtóművek teljesítményét milyen mértékben változtathatja meg egy adott intervallumot. 14 ezeren. De 4 ezeren már kellett, elég gyengén süllyedünk, rá kell egy kicsit nekünk tolni a süllyedésre. Talán néz ki, hogy kiesett az ott. Igen, hogy kiesed? Honnan esed ki? Elveszted az utasodaidat, Soma? Soma, elveszted az utasaidat? Honnan esed ki? Az Zozó. Elvesztetted megint az utasokat? Tamás. Tamás. Ja, Tamás. Fölszállt, bejelentkezett a kontrollhoz. Kontroll kétszer megkérdezte, hogy mi a kilépőpont, de nem válaszolt a Tamás. Lehet, hogy elszállt a nete, vagy valami olyasmi. Ja, de nincs rajta az iba, ezen a webályán sem. Hát mondom, lehet elszállt a netje. Az lehet. Hát jobban. De itt a Discordon itt van, csak lenni. Valami technikai gond. A net, a mikrofon, meg a fejhallgató. Hát nézzünk, mit rajzol nekünk az időjárás. Semmi rosszat. Ha már itt tartunk, tehát kép is. Telefonon van. Így van, tehát bonyolult helyzet. 17 ezeret. Mit jut el, kiigazodsz azok között a műszerek között? Csak úgy kérdezem. Soma, megpróbálom. Megpróbálok. Igen. Te kedvedért mindent megcsinálok, tudod? Én azt nézem igazából, hogy elvileg, hogy jól látom, igazából mindent ugyanúgy megvan idézőben, mint akár egy 2.37.8-as, és csak amit ott egy MDF-be látsz, ez egy 4-5, de minden megtalálható valahol a gépen. Én nézem a layoutot. Hát 4-5 óra, mire megtalálják. 4-5 óra, mire megtalálják. Hát ott a radar art például, vertical screen-nek. Kettő, hogy mennyibe süllyed, magasság, ugye műhorizontból kettő van, a biztonság kettő, három pontosabban. Műhorizont minket nem. De ott is három van, csak azért mondom, hogy ott például mondjuk a radar alt, meg a baró alt, ugye egy MDF-en belül van, és ott lehet váltani, meg két külön órán kapott helyet. Igen, már is. Igen, már is. Már is buzom visszafelé. Vagy nekem mindegy, hát... Jó, hát húzom visszafelé, nincsen gond. Süllyedni kell nekünk. Süllyedni kell. Na, 6000-re. Hát igen. Már az induláskor, ő ezt csinálta. Ja, ezt nem szabad. Ezek állandóan. Ez nem FMC, ez csak GPS koordináta. Megy ez erre. Ádám, visszavettem a sebességet, amennyire jó, tudtam. Jó, már megelőztő. Tehát, ja nem is mondtam. Tartjuk vissza a sebességet. Süllyedünk. Hamarosan kopra. Nem, ezt most már el is hagytuk. Már hamarosan. Ha
annyit mondod, hogy Klein. Ezért a fizetésért én is elmondtam. Nem, nem, adott egy directet, meg utána kétszer emel. Hát még van időnk, nem még fár. Messze vagyunk. Hát, annyira nem kell vészesen nekünk. És közben rá is jöttem, hogy miért hallok itt mindent kurva halkan. Nem én, mert fülhallgató sincsen nekem. Akkor azt a fejhallgatón van egy potméter, amire most jöttem rá. Van olyan, szokott lenni. Lehet lenni, hogy hát azt gondoltam, hogy elmondjam el nektek, mert utána lehet itt savazni, de nem érdekes. 10 000 alatt vagyunk. Mi a Q&A-t, azt mondtad, Ádám? Milyen Q&A-t mondtam? A Q&A az a helyi légnyomás. Nem azt kérdeztem, hogy mi az a Q&A-t, hogy milyen a Q&A-t. Viszonylag alacsony. Na tessék. Mit akarok kérdezni, hogy... Tehát 110... Mondani, igen? Dobtál, egy kötelet, mikor elhagyod, és akkor gyorsabban lejjön. No problem. Lejjebb vagyok, még elég gyorsan süllyedtem egész oda le, de mindegy. Maradok szerintem egyszer itt. És akkor... 6000-en maradok Ádám egyenlőre. Oké, altitude. Megkérdezi, hogy hol, akkor tényleg lezuhan. Mi van? Mit mondasz? Nem értettem. Mit mondasz? Nem értettem, bocsánat. 10-05-ös. 10-0... A QN és 10-05. Oké, köszi. Te ugye nem szédülsz ebbe bele, mert én már itt teljesen meggabajod. Ez jó baj, nem akarok piszkálni, de nem te vezeted az Antonovot? Antonovot? Izé, hülyeséget, mi az? Ádám, te szer... Ádám, te... 254. Hát de nem kell így kapkodni, mint ahogy a bicsit. Apa. Ti nem kapkodok. A máma azt hiszem, hogy befogjuk a pofáknak van. Jó lesz, mert felvétel is készül. Jó, ez az a... Ennek rosszabbak, mint te. Jó. 5000 lábon vagyok. Oké. Ádám. Oké, Ádám, én maradok 6000-en, akkor te most... De te még mindig mögöttem vagy. Lehet izénél csinálsz egy holdingot? A Dol... Voron? Dolsko. 112-70. Hát már kezdem látni a felhők alatt valami. Tudom én neki. Dolsko fölött ment össze egyébként. Egy szerb, meg egy angol gép. Egy szerb, meg egy gép? Szerb, meg egy angol gép. Az Ádámék is próbálják lekreálni a helyzetet. 70-es években volt, és egy film is készült belőle, az összeütközés engedélyezve az a címe. Érdemes megnézni egyébként. Ha már csak a címéből is olyan. Fölteszem a... Mi ez? A... Ezt most nem tudom kimondani. A felhőben. Ádám, mi most szerintem valahogy egyformán megyünk. Mit új is volt lepő, majd megkérem, hogy hozzá lehet. Mit csinál? Csinálokat? A filmet, azt mondta, hogy fölteszi a felhőt. Ja, pornót? Halló, van egy lágy. Ádám, te hol vagy? Fájdalomba. De nem lehet még fájni. Mondom a szituációt. Gyerekek, kik vagytok ti? Ó, Ádám, hát itt vagy mellettem, basszus. Jó, frászt kapok tőle. Valami ilyen mozognak a filmben is. Jó, hát nem.
De miért nem csináltál egy holdingot? Anyádat. Nagyon közel vagyunk egymáshoz. Visszaveszem, bár... 100 kilóval csak neki lesz. Akkor mostan húz neki. De mindegy, akkor vagyok egy kört. Menjél légy szíves egy kört, mert most már úgyis olyan közel jöttél, hogy... 100 kiló idő. Majd frász kaptam. Hol van meg a 40 perc navigációs tartalék? Tehát... Zozo! Approach. Itt vagyunk majdnem. A borzasztó. És 4000-en kell, hogy legyünk, 4000-en vagyunk. Oda. Hát ne viccelj, hát nincs egy mérföld elkülönt és kettejük között. Ja, ez sem lehet volna. Ezt mondom, hogy Ádámnak azért... Hát ott van 500 láb van közöttük. Nem, ő feljebb van már sokkal. Függőlegesen vagy viszintesen, igen. Kifordultam arra. Mutasd, hogyan fordul ki balra. Ezt lehet mondani, csak azért nem mondani, hogy baj legyen belőle. Oké. Okay. Térképet nézd, mit jövett. Ott van az Ádám, igen. Szép az a gép. Jó. Balra fordul. Ja, ez kosz az üveget, mintha törött le. Nem megyünk sem. Ground speed. Jó, Ádám kifordul tökéletesen. Köszi, Ádám. Oké, okay, most az ALS-t valamikor el kell, hogy kapjunk. Warlock. Tökéletes. Már kezdünk valamit látni alul. Valami van. Elég szar a párás a felhő. A GPS gomb az eredetibe is benne van. A GPS gombot én lekapcsoltam, most már navigáció szerint megyek. Most már nekem nem kell a GPS, most már nekem ez kell. Nem azt kérdezte, hogy az eredetibe is bent van? Azt nem tudom. Azért, nem tudom, nem tudom. Ott a pálya. Ortofoto. Fékek. Medium. Turbulencia van. Ez a légy kiszokott a félvédben, az is van. Tehát... itt vagyunk már. Finalen. Ádám az közben leesett? Nem. Fordok vissza. Beszélj. Színeli, mesh, sportos. Hát lekapcsoljuk itt most már a... Nem baj, színezzünk ide az emlékeinkben. Checked, continue. Mint a Soma mondja, leszállunk. Vagy ez így vagy. Ez az Ádám honcban le, vagy ez még Mityu, te hogy szállsz le? Most szállok lefelé. Hú, akkor nem zavar. Szálmat kitáltottam és nézlek. Kicsit magasba vagyunk, magasan vagyunk. Hát ebben a tartott szájba öntök egy kis sört a biztonság kedvéért. Kicsit magasan vagyunk. Lejjebb megyünk. Jó, így jó lesz. Continue. És oldasz szél van, az nem baj. A long landing egy picit, de mindegy. Ja,
Adam, szedd a papucsokat, mert jönnek mögötted. Jó, hát tudom. Van egy kis oldal szerint. Elhagyjuk a következőnél. Ó, de szép. Elhagyjuk szerintem a végébe. Nagyon szép volt. Köszi szépen. Na, csak azt kérdezem, hogy ezen sokat dolgoztál, ezen a filmen, amit itt Petiteltél nekünk? Mindjárt, adj egy percet. That landing lights off. Kilón. Elhagytuk a pályát. Ádám, elhagytam a pályát. Oké. A transponder off. Landing lights off. Taxi light on. Stroboscope off. És mehetünk. Már lehet lassan a APU-t elindítani. Hája, ez egy gyönyörű gép valóban. Dolgoznak a traktorok kint a mezőben. Nem csak mi dolgozunk a pilóta fülkében, hanem a traktor. Laci, nem, ez általam gyártott ortofotó volt. Orto4XP programmal volt gyártva. Na, itt elhagyjuk ezt a taxiway-t. Itt nem jó helyen taxizunk, de mindjárt odébb megyünk. Nincsen gép a repteren, ezért... Valaki VSP... Beállunk a 4-es... Nem... beállunk akkor... Azért a Mityúnak is van marketing stratégiája. Nézzem a live-ot itt alatta. Itt támogatod a családomat és bekerülhetsz a közvetítésbe. Az angoloknál már egy kicsit közvetlenebb. If you want to buy me a beer, click here. Támogasd! Így van. Kerülhetsz a családjába. Vagy hova kerülhetsz be? Csatornára, nem a családba.
Nos. Nézzük csak, mit mutat nekünk a RAM. Oda. Picit. Így, jó. Tizennégy, tizenhárom, tizenkettő, tizenegy, tizennégy, négy, három, kettő, egy, oké, stop. Hát nem. Too fair. Szóval, ha befordulsz, akkor ez egy... Már soma befordultam, csak ti egy picit késéssel látjátok a streamet, ezért még nem, nem, én már megálltam, úgyhogy... Hát akkor én majd egy kicsit mindig előre mondom. Jó, Soma, köszönöm szépen. De nélküled nem lenne ez ilyen jó. Na hát, ez jó. Köszi szépen. Tehát amit jó elindult ivadból. Hogy mindenki tudja. Csak a 7 giga eszeneri meg legyen. Ó, hát az meg különösen. Hát köszi. Köszi, srácok. Nélkületek mondom, nem. Köszi, köszi. Nélkületek sehogy nem tudtam volna leszállni. És a 7 giga nélkül sem. Nem, igazából az ortofotó, amivel be ma, hát amivel ma mindjárt lehet megnézem, de amivel repültem ma, az 90 giga. Az kell, hó, 7 giga. Csapi. Egy kovány mellett a jobb egy repülőgé. Ez furcsa, ez egy repülőtére. Igen, látom, valami Quercom, Nineercom. Nem, jó ez a színeri, nagyon jól meg van csinálva, és tök ingyenes. Ez van Soma nálad is, ugye gondolom? Nem tudom, nálam lehet, hogy nem ez van. Itt még a gétek is mennek, csak most nem akarom a kikapcsolni. Sőt, még az ablakok is. Ó, nagyon szép az a reptér. Mindjárt megnézzük, hogy jön az Ádám. Most nézem az Ádámot. Most száll le az Ádám. Na, mi? Airport? Ja, nem Airport. Nézzük meg, na, hogy száll fele. 72 mérföldre vagyok, nem egész 72-re. Jó. Az nem az volt, az csak az én monitorom, mert egy kis piszok. Jó. Ott jön, tényleg valami jön. Ez meg hogy, basszus, úgy csak bum, fel. Érdekesen, lehet, hogy az Ivo csak így. Olyan szarul. Na Ádám, ügyes vagy, leszálltál, letetted, ledobtad a gépet. Mondom, olyan ködös minden, ködös a levegő itt. Azt mondta. Betonba döngölted a gépet. Igen. Jó. Oké. Akkor... 20 literből lefogyott 16 a gumió. Ennyi volt. Megnézzük engem most. Nem tudtok megelőzni az előbbi leszállásom. 1 feet per minute. Na, elbúcsúzunk most a Sky Global tagságtól. Elbúcsúzunk a kedves barátoktól. Majd találkozunk velük. Remélhetőleg ugyanúgy itt, ugyanúgy jövő héten. És most nézzünk egy kis rövid repeatet az egészről. Természetesen lecsatlakozok a hálózatról. Hogy azt ne sokoljam az embereket. Megint túl magasan vagyok. Körülbelül itt. Kicsit levesszük a X-Plane-t.
and the microphone are changed into impulses of electric current. No need to worry about your pre-recorded music tapes being accidentally erased. It can't happen. Mindenkinek köszönöm a figyelmet, mindenkinek kívánok további szép estét, vagy szép napot, attól függ, mikor nézitek, és remélhetőleg találkozunk ugyanitt jövő héten, ugyan ebben a tökéletes csapattal, Sky Global, esetleg majd, hogyha lesz időm, akkor legközelebb még megnézzük a szimulátort, az új szimulátort, az FS20-as, próbálunk egy utat vele is megtenni, és összehasonlítani az egyet, mind a kettőt. Úgyhogy mindenkinek még egyszer sziasztok, ciao!